Caputo Cuoco, egy legendásan jó is szintén, nagyon jókat lehet olvasni róla, hogy extrém ropogós a héja, nagyon-nagyon jó az íze ennek a lisztnek, úgyhogy most ennek a végére akarok járni, gyerekek, úgyhogy elkezdek egy 65-ös hidrót szintén kidagasztani belőle, jó, egy picikét klasszik nápolyra fog hasonlítani, nem annyira kanott osztályban, és lássuk, hogy mit lesznek az eredmények. Sziasztok, a Pluhálecők, a pizzás pajtásotok, és itt van a pólis, amit a Cuocoval elkészítettem, nézzük csak meg! A jó kis pólisunk, gyerekek, ez 12 óra szobahő, 500 g Cuoco van benne itt, és 500 g víz, vagy 5 deci víz, vagy fél liter víz, mindegy, minek hívjuk, és 0,7 g aktív, száraz élesztő van benne, Stagioni. Elmondtam már párszor, de sose tudom elégszer. Látjátok, hogy most is, hogy ékszer mérlegen szinte mérem ki 10 g-ra az élesztőt. Most egy picit segbe fogjuk rúgni a tésztánkat, mikor bedagasztjuk. Kérlek szépen 0,2 tökéletes, nem kell több. Ez arra kell, hogy a gyakorlatilag az érési folyamatot azt kontrollálni tudjuk sokkal jobban, mint ahogy egyébként az élesztőnek kedve tartja. Szóval, ha látjátok azt, hogy én ilyen kis mikrogrammokat vagy századgrammokat mérek, ez nem a véletlen műve. Tehát amikor te a száraz élesztőt vagy a budafoki frisset kezeled, nagyon, ez az egyetlen dolog, amit nagyon precízen mérjél. Jó? A liszttel meg a vízzel lehet egy kicsit lazábban bánni, ott se nagyon, főleg a bedagasztás végénél nagyon spiccen kell lenni, hogy ne túl tól a hidrót, mert akkor elterülnek többek közt a buciait. Sokan írjátok, hogy nem elég mondom így, nem elég szép a formája a bucinak a bedagasztás után, úgy amikor kell meg, hanem így elterül. Ott általában hidróval szokott probléma lenni, vagy egy gyenge minőségű élesztőt használsz. Tehát ha nem tudsz Stagionit vagy Lievitot szerezni, akkor szigorúan friss budafokit szerezzél, jó? Na, folytassuk. Akkor itt van kis 0,3 g-unk. Itt van a fél kiló lisztünk, nézzük csak, ott van, látjátok, 501 g. Egyébként 5,18-at írt ki, mikor teli volt. Tehát ott az acskót rászámolták, úgyhogy korrektül benne volt az 1 kiló. Jó? Akkor most fogjuk, berakjuk a dagasztóba először mindig, mert itt van másfél deci vizem, nézzétek csak. De felrakom, itt rá lehet látni. Itt van a mérőcske, de okosan. Jó? Tehát így lesz meg, ugye ebben van 500 g a pólisba. És ugye még másfél deci, az gyakorlatilag 6,5 deci, meg a kiló liszt. És akkor gyakorlatilag megvan a 65-ös hidrónk. Jó? És az a cél, hogy ezzel bedagasztjuk. Na, belepattintjuk a tésztát a dagasztóba, mindig először a pólist szoktam belerakni, és utána mindig hozzárakom a vizet. Azért, hogy keveredjen benne, hogy könnyebb legyen a dagasztónak dolgozni, jó? Mert minél szárazabb egy tészta, főleg a bigánál, a olcsóbb dagasztók nem bírják a terhelést, jó? Úgyhogy ilyen kis óvatosnak kell lenni, majd kiszedjük ebből még a maradékot. Ami itt van, mi minden cseppje kincs. Szóval ez a Cuoco, ez egy nagyon-nagyon jó kis liszt. Szerintem szenzációsan jó. Aki hozzá tud jutni, az szerintem nagyon szerencsés, mert nagyon jó kis pizzákat lehet vele készíteni. Drágább egy Caputo pizzériánál, nyilván, de nem sokkal kerül többen, mint mondjuk egy Sacco Rosso, amivel legutóbb forgattam például. Jó? Most berakunk nem az egész vizet. Így. Még hagyunk egy picikét, elindítjuk a dagasztót, beállítjuk 15 percre, lassú fordulat, kukacsuk csak bele. Kicsit közelebb rakom a lámpához, így, és akkor jobban látszik. Na, elindul a dagasztás, elkezd egy picikét összekeverni valamennyire a vízzel. Közben ide lépünk, és beletesszük gyakorlatilag a lisztbe. Én mindig a lisztbe rakom a száraz élesztőt, a budafoki frisset pedig mindig a vízbe rakjátok bele, és egy picit így oldjátok el kézzel, jó? Hogy legyen benne egy kis feloldódás, oké? Hogy föl tudjon oldódni a vízbe. Na, nagyjából nézzük csak vissza. Ez nagyjából el is keverte. Oké? Most belepattintjuk az egész lisztet, ami benne van az élesztő. Jó, az aktív szár az élesztő. És most gyakorlatilag fogjuk, és ahogy így benne van, amennyire tudom, hogy kidolgozik belőle, és kíváncsiságból le fogom mérni a zacskót, hogy hány gram. Sosem értem, megmondom őszintén, én
10-15 gram közöttre tippelek. Lehet csak 8 gram. Itt akkor patika. Jó. Akkor lecsökjük, elindítom a dagasztót. És akkor gyakorlatilag hagyom, hogy összekeveredjen egy picikét, és amíg ez az egy perc eltelik, míg nagyjából összekeveri, egy picit növög a fordulaton, nem sokat, csak egy kicsit, kimérjük a sót, úgyhogy hozok egy tálat. És én mindig 30 gram, nézzünk csak ide, én mindig 30 gram sót szoktam beletenni, ezt kitárázzuk. Nincs. Azt mondja, hopp, ez már 33 lett, akkor kicsit kiveszünk belőle. 32, 30,7. Egy jó kis ón is méregünk, gyerekek, nem tudom elmondani százszor, hogy mennyire szeretem, hogy egyszerre használok két fajta mérleget egy berendezésen, nem kell kettőt pakolászni, cipelni, elemmel tölteni. Jó, nagyon nagy öröm használni. Nem egy olcsó készülék, viszont egy megbízható jó kis cucc. Szóval itt van a só, ez azért készítem ide nagyon szemem elé, nehogy elfelejtsem a dagasztás végén beletenni. Jó, kukancsunk bele, hogy mi történt itt ezelőtt a rövid idő alatt. Ugye már elkezdődött a tésztának a, hogy összeszedje a gép. Egy picit megint nyomok a fordulaton fölfelé, hogy így haladjunk. Most ami nagyon fontos, ezt nem mutattam nektek, de 15 fokos volt, még most mutatja, hát most fölmegyek, de 15 fokos volt a pól, és beraktam a hűtőbe. És nézzétek, 22, 21, láthatjátok, hogy jég van a, jég még látszik, egy, talán már nem látszik, de jégkocka volt benne a vízben, amikor ide raktam, lehet, hogy láttátok az előbb, amikor mutattam, és beraktam hűtőbe a pólist is. És ezt azért csináltam, hogy minél alacsonyabb hőmérséklettől tudjuk megkezdeni a dagasztást, hogy ilyen 26-27 fok legyen az ultra maximum, de inkább 26 fok legyen a maximum a hőmérséklet a tésztának, jó? Ha a fölött masszívan dagasztatok percekig, akkor elkezd az gluténháló szétesni. És nagy valószínűséggel egy nagyon gyengén nyújtható tésztát fogtok kapni. Jó? És ez nem egy örömteli. Nézzetek, csak szépen kezdi összeszedni. Na nézzük meg, hogy milyen az állaga. Jó? Hát ez elég keménykés. Megnézed te is? Jöjjel benne nyugodtan. Nézzed, milyen kis kemény? Most oltogatom a nagyobbik lányomat, a 18 éves, hát ő is beleszeret a pizzázásba. Na, de úgy nem adom férjhez, hogy nem tud jó nápolyi pizzát sütni, azt sejtétek azért. Na, rakunk bele még egy kis vizecskét, nem rakjuk bele az egészet. Mi? Elkezdjük szépen föltölteni, nézd csak mi történik. Így bent. Kicsit szétnyílik ilyenkor mindig a tészta, ugye ahogy a vizet elkezdi fölvenni. Ahogy veszi föl, akkor úgy áll szépen össze majd újra ez a tök forma. Csak úgy hívjuk a parádi haverommal, hogy a tök forma. És neki is van már ilyen spirál dagasztója. Kicsit nyomom megint a fordulatom. Nagyon magasra nem érdemes tenni az elején, míg összekevered. Ugyanis minél magasabb fordulattal dolgozol, annál gyorsan melegszik a tészta. És azért egy 8-10 perces dagasztát igényel. Most 23 fokon vagyunk, 22-8. Most itt van a 24, 22-6, hát valószínűleg ilyen 22 fokos lehet nagyjából a tészta, és így van egy kis mozgásterű, úgyhogy hagyom, hogy most egy 1-2 percig dolgozzom, és utána folytatjuk tovább, jó? 2 perc, kukancsunk rá, nézzünk csak bele, hogy néz ki. Most kicsit felemelem a, elmérjük a tésztára, 24 fok, látjátok, melegszik ezen a fordulaton, de még jók vagyunk. És nagyon kis kellemes az állaga. Még egy nagyon picit gumis. Úgyhogy ezt a 65-ös mindenképp el fogjuk bele sütni. Úgyhogy ennyi van még ahhoz, hogy benne kerüljön a 65. Nincs. Megint egy picit szétnyílik. Ugye egy hideg vizet locsolok, de nem tudom, ki tudom-e mérni hány fokos. Hát 11,4. Mikor csak ennyi. 11,4 fokos. 12. Tehát így nagyjából hűtöm vissza, egy kis vizet rakok bele, akkor mindig egy pici pár tized hőfokot nyerek vele. Jó? Nagy meleg éttermekben, ahol nem tudják kontrollálni a külső hőmérsékletet, ott szinte teljes jeges vizet öntenek bele, vagy szinte jégdarabok kerülnek bele. Még egy picit.
Mutat, meg is szétnyílik, látjátok, hogy kis vizet rakok be, ilyenkor nem kell megijedni, hogy jaj, mi történik, szegény tészta. Ilyenkor szépen elkezdi felszippantani a kis lisztecskénk a nedvességet, és akkor megint újra föl fog állni gyakorlatilag. Megint összeáll a kis tésztánk. Mindjárt megnézzük, fölnyitom egy picit, látjátok, összeállt, belekukkantunk. A alakú gyerekek, nagyon kis paprika. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Na, még egy picit elindítjuk. Rakunk bele még egy kis nedvességet, és hagyunk egy kis tartalékot a pihentetés utára. Jó, még ezt még belerakom, ezt a picikét. Fölcsavarom a vizet. Vagy a fordulatot, bocsánat. Így. És most figyelem közben a hőmérsékletet. Jó. 25-öt, 26. Ahogy a fordulatot fölcsapod, azonnal másfél-két fokot tud rántani a tésztám. Még egy picit csavarok rajta, hogy maxon legyen. Így. Nem túl sokat, egy 30 szekket. 20-at. Nézzük, hogy állunk hőmérséklettel. 26. 26-3. Nézzétek csak. Nézzük. Jó. Így megy a kis tésztánk. Nagyon jó. Így. Most fogom, és akkor egy picit leállítjuk. Így. Nagyon jó. Jó kis sticky. És most azt fogom csinálni, hogy egy picit letakarom, és fogom hagyni, hogy pihenjen egy picit a tészta, és nézzük meg, hogy 10 perc után milyen állagot érünk el, mennyire lesz gumis, és akkor valószínűleg hozzáadjuk. Bocsánat, egy dolgot még megteszünk. Még egy pillanatra elindítjuk. Nézzétek, csak a só még nem került bele. Így, úgyhogy vissza is csukom, ez most megint fog egy picit rajta szilárdítani. Így, és visszacsavartam kicsit lejjebb, hogy nem elegítsük túl gyorsan, hogy a sót elkeveri. Mert látok, milyen jó volt, hogy deraktam a sót maga mellé, de a pisztolyhővérő mellé, azonnal, hogy letekintettem, láttam, hoppa, só. És akkor gyorsan belepattintottuk. Na, de egyébként elcsavarta szerintem a sót benne, nézzük csak meg. Aha, egyről érezhető, hogy gumisabb lett, hogy belecsattintottuk a sót, úgyhogy szerintem most fogom, és bele is fogom rakni ezt a maradék kis vizet, és úgy fogjuk elcsavarni. Jó. Ez az. Kicsit felnyakjuk a fordulatszámot. Rámérünk. 26-5. Jó, meg is vagyunk. Megnézzük az állagot. Jó kis könnyű. De még én érzem azt, hogy van benne ebbe egy pici kis gumisság. De hagyom, hogy most egy 10 percet, hogy kelljen, és utána ránézünk. És akkor lehet, hogy egy nagyon picike, egy ilyen 10-15 milliméternyi vizet még rakunk bele, hogy a megfő állagot elérjük. Jó, úgyhogy folyt, köv, 10 perc múlva. Na, jött vendégünk, gyerekek, úgyhogy 15 percig állt itt a tésztánk. Hú, gyerekek, ez jó. Ez jó, ez nem kell hozzányúlni. Igen, és úgy érzem. Nem. Húzom egy picit. Itt megom is. Egy nagyon pici kell neki, gyerekek, egy pici kis víz. Megpörgetjük, nem túl gyorsan. Nem sokat, egy egész picikét rakunk bele. Kicsit felállítjuk a fordulatot. Na tehát, kis egész vizet csatítunk, de láttátok, egy egész keveset raktam csak bele. Huszonhat-hét, jók vagyunk még. Megállít még egy kicsit összecsavarja. És szerintem így lesz majd jó. Hát majd utólag visszamérjük egyébként majd, hogy kivonjuk belőle a sót, és akkor a liszt alapján megnézzük, hogy gyakorlatilag hanyas hidró lett végül is belőle. Mert ezek a mérőpoharak se százasok egyébként teljesen, tehát ezek ilyen kis... Szóval nem erről mintezták az esőmértékegységet.
picikét még megcsavarjuk. Nincs. Na, szép homogén lesz mindjárt a felület is. Hogy alakul. Na nézzünk rá, hogy milyen. Aha. Hát ezt még mindig egy kicsit nagyon gomisnak érzem, de nekik egy picike kis víz még kell neki. Nézd meg, megint egy picit kinyúlunk, szétessük. Nincs. Igaz. Nagyon szép. Egy cseppnyit még hozzáteszem. Szerintem ő max 67-es lehet így. Na, ugye meglátjuk. Ugye ez nekem is egy teszt, hogy, hogy ez a Caputo Cuoco ez mit vesz fel. Úgyhogy ez mindig egy ilyen kis kísérletezés. Egyébként az, hogy 20-25 lisztet ismersz, ez egy óriási előny egyébként szakmailag. Mert hogyha van egy pizzeriád, vagy készülünk el éppen egy nagyobb rendezvényre több pizzával, és nem kapod meg azt, amihez hozzá vagy szokva, akkor tudod kezelni, nehéz. Szerintem jó lesz. Jó lesz. Na, kapjuk csak ki szépen. Ott van már kin az olaj, ide kiraktam. Ide a kis kövünkre, de kikapjuk belőle a kis lisztünket. Azt a fóliát fogom használni, amit a pólishoz használtam, amire letakartam. Néztek milyen szép tiszta lett? Nagyja kijött gyakorlatilag. De jó kis tésztánk. Nem maradt szinte semmiben. Ez egy jó. Nézzétek csak milyen kis sticky. Na. A gyerekek, ez most így be volt dagasztva, úgyhogy most fogjuk, és ezt elrakjuk egy, szerintem 15 perc pihentetés elég lesz neki. Így. És nézzetek, milyen szép fényes a felület már most. Már most is van ott Bubi. Azaz. Szép lesz ez. Na, rakjuk rá a fóliát. Mert most van, így, ezt erre a felére. Úgyhogy most kétszer használjuk fel ezt a fóliát, és meg elnézünk. Én úgy érzem, erre a tésztánk most 15 perc elég lesz, úgyhogy itt elindítottam 15 perc, és akkor folytatjuk tovább. Na, eltett 15 perc. Nézzük meg a kis pásztánkat, így mennyivel jobb lett a színe, gyerekek. Jó kis fénye van. Így. Ó, de szép, nézzetek, mennyi bubi keletkezett rajta. Ó, de jó lesz ez, gyerekek. Ez de jó lesz. Hú, de kíváncsi leszek erre az extra ropogósságra. Ó, de jó könnyű. Azaz. Ide nézzetek, hogy lehet nyújtani. Ó, gyerekek. Ezt nézzetek. Látjátok, nem kell rángatni, így mozdulat. Extra nyújthatóság. Hát ezt még tudnám nyújtani. Hát ez patika. Az az. Hát gyerekek, ez nagyon babán néz ki. Mit fogunk ebből pattintani, ebből a kókóból, gyerekek? Atya úristen! Atya úristen! Na, hagyjuk egy picit megint pihenni. Így. Na, tudjátok a jó kis hajtogatásokat? Kicsi olajat pattintunk rá. Így. Ennek a hidrója jó. Víz nem kell rá. És akkor olaj.
És akkor újabb 15 perc, és folyt köv. Mehetünk egy újabb fázishoz, és eldöntjük, hogy még lesz egy. Egy még biztos lesz. Kicsit erősebb lett már, alakul. De szépen lehet ezzel dolgozni. Jaj, de jó tészta lett, liszteszt a gyerekek. Jaj, de jó lesz ez a kókó. Jaj. Már előre tudom, hogy itt lehet ezzel pattintani, gyerekek. De kellene nekünk ez a pizza stúdió, hogy gyerekek, nagyobb asztalunk legyen. Jobbat tudjunk belőle nyújtani így. Akkor csináljuk itt, gyerekek, a laminálást. Nézzük, milyen fényes lett, atya világ. De jó. Oda nézzetek, de szép. Jó kis bubik rajta. Hú, de várom a sütés, gyerekek. Atya, úristen. Na jó, van, folyt köv. Na gyerekek, véget ért a három fázis. Na nézzük meg, hogy mit pattintottunk. Ez már nem, kell kidobhatjuk. És nézzük meg ezt a kis csudi tésztánkat. Nagyon szép. Jaj, de szép ez. Gyerekek, ebbe nem tudom hány generáció munkája van, de gyerekek, ezekbe a lisztekbe, hogyha ezt meg tudjuk ütni a Király Rolanddal, ezeket a minőségeket, ebben benne van három generáció olasz molnár verítéke, gyerekek, ezekbe a lisztekbe. Annyira komolyak. Sőt, de szép. De nézzetek, mi gyönyörű, nézzetek ezt a fényességet, ezt a finom, könnyű, lágy kezelhetőséget. Tehát ezt nem tudjátok elképzelni, amikor hozzáérek, hogy ez milyen öröm. Jaj, de könnyű vele dolgozni, már ott a bubik, nézzük, hogy ugrik. Ó, de szép. De szép, gyerekek. Úristen, de szép. Szépen lezárjuk, figyelitek? Megfordítom, szépen körbeforgatjuk. Hopp, és itt van egy. Nézzük meg, ez szerintem sok lesz. Igen, bőven sok. Így. 274. 287. Na most jó. Így. Gyerekek, milyen pizza lesz ebből. Azt a mindenit. Szépen megfordítjuk, lezárjuk. Így. És már megy is bele. Ennyi. Na. Hát ez picike lesz, 217, 286, picikét levágunk belőle, így, megvan a 280. Szóval gyerekek, a dagasztás, én azt gondolom, hogy a liszt, minden, a liszt ismeret, és a dagasztásban lévő gyakorlatod fogja meghatározni gyakorlatilag az eredményességedet. Úgyhogy majdnem azt mondhatom, hogyha ha kevés kudarc élmény és sok sikert szeretnél, akkor el kell menni gyerekek olyas valakihez, akinek tetszenek a pizzái, tetszenek a tészta, és attól megtanulni a dagasztást. Többen írtátok már, hogy lehet-e tanulni valamilyen módon tőlem is. Hát rajta vagyunk, hogy elkészüljön egy ilyen oktatási központ, ahol ez majd lehetséges lesz. Úgyhogy egyelőre folyamatban van. Gyerekek, akkora Chicago van az éttermekbe, olyan gázszámlák, villanyszámlák jönnek ki, hogy én szerintem a vendéglátóhelyek fele be fog zárni. Úgyhogy nagyon-nagyon ésszel és jól átgondoltan a rezsiköltségeket fölmérve lehet csak pizzériát nyitni, vagy éttermet. Legalábbis nekem ez a meggyőződésem, úgyhogy ez egy nehéz ügy. 260. Így, 277, meg egy picit rárakunk, 279-280, megvan ez is, így,
De szép. Úgyhogy föl fog menni, gyerekek, nagyon csúnyán a pizzára. És úgy, hogy nem is azért, mert éhes a vendéglátós, csak egyszerűen túl akar élni. Úgyhogy készültük erre. 279, ez is megvan. Gyerekek, 6x280. 6x2, 12, 6x5, ez 48. Ugye? Akkor 1680, 1650, pont 65-ös hidrónk lett. Pici olajat levonunk belőle, és ez a mérőpoharunk az nem jó, most szerzünk egy újat. Úgyhogy meglett a pont 65-ös hidrónk. Jó, a sót le kell vonni, még egy egész pici olajat. 64-65-ös hidró. Na, ki is van bucizva minden, így néznek ki a kis buciaink. Most szépen bepatintjuk a hűtőbe, és megnézzük, hogy ez egy V300, V320-as liszt, úgyhogy gyakorlatilag ugye 50%-os polis, tehát a fele az már egy 12 órát szobahőn előérlelt tészta, úgyhogy ebből akár már holnap 24 óra már lehet gyönyörűen sütni, de fogok belőle 24, még 48 óra is sütni, legalábbis ez a terv, jó? Na folyt, köv, sziasztok!